Köszöntöm nézőinket! Önök a Zsolca TV 44. heti adását látják a UPC Felső-Zsolcai és Ongai kábelhálózatán. E heti adásunkban a véradásról, a termésáldásról, valamint a Demeter napi bolgárkertész ünnepről készült összeállításunkat láthatják. Tartsanak velünk! A 135 éves Magyar Vöröskereszt különleges hangulatú véradónapot szervezett a Pokolcsárda rendezvénytermében. Ajándékot, oklevelet kaptak azok, akik már több mint 20 alkalommal adtak vért. Egy vércsepp köszöntötte a felső-zsolcai véradásra érkezőket. A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a véradás szervezésben. Idén októberben a kiszállásos véradásokat népszerűsítette a Magyar Vöröskereszt Borsodobó Üzemplén megyei szervezete és a Felső-Zsolcai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közös rendezvénye Felső-Zsolcán. A Vöröskereszt több évtizede szervezít Felső-Zsolcán víradást, évente 3 alkalommal. 2 évtizede még 100-110 jelentek meg egy-egy ilyen alkalmon, most már ez lecsökkent olyan 30 főre, ezért szeretnénk népszerűsíteni ilyen családi napokkal a víradást, hogy minél többen jöjjenek a kihelyezett alkalmainkra. Ez a nap egy pályázat útján valósul meg. A helyi alapszervezetek pályázhattak a megyei Vöröskereszttel. Ebbe vettünk részt, és ez egy családi nap, szűrőnap szervezése, ami véradással egybe van kötve. A mostani alkalom egy összefogás eredménye. A Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága egy víradás támogatási pályázatot írt ki erre is. Ezen nyertünk közösen a Felső-Zsolcai tagszervezettel, és így kerül megrendezésre a mai rendezvény. A különleges hangulatú családi napon megismerhették a véradók, milyen eszközökkel dolgoztak a Vöröskereszt munkatársai évtizedekkel ezelőtt. Oklevelet, emlékplakettet kaptak azok, akik rendszeres véradónak számítanak. Egy kis kiállítással is készültünk, aki belép ide a terembe, az láthatja, hogy régen milyen felszerelésekkel érkezett egy-egy ilyen kihelyezett, kitelepüléses víradásra a Vöröskereszt, és szeretnénk megjutalmazni azokat, akik már régóta víradóink, 10, 20, 30, 40, 50 alkalommal, aki részt vett már nálunk víradáson, az emlékplakettet, ajándékcsomagot és egy kis oklevelet kap. Így emlékplakettet és ajándékcsomagot kapott a felső-zsolcai Tóth Tiborné is, aki már 26 alkalommal adott vért, és mint mondja, ameddig egészségi állapota engedi, továbbra is részt fog venni a véradásokon. Igazából már fiatal koromtól adom folyamatosan. Azt hiszem, hogy hol ülő jegyez veled, hol nem, de 26 véradásom volt a adminisztráció szerint. Fontosnak tartom, mert emberéleteket ment, és sok minden olyan ezzel össze van kötve vizsgálattal, amit úgy gondoltam fiatalabb koromban folyamatosan nézték, mérték, így magam is rákényszerültem arra, hogy ha megyek, akkor tudom azt, hogy mennyi a koleszterin szintem, mennyi a vércukor szintem, megnézik a vérnyomást, de elsősorban azért, mert szeretek ezt segíteni. Nem csak a véradásnál, hanem amikor lehetőségem van mindenütt. 22 éve lakunk Felső-Zsolcán, korábban Miskolcon az Havasdélen laktunk, és ugyanúgy munkahelyemen, Havasdélen mindenütt, amikor hívtak, ha nem hívtak, akkor is mentem. Tehát nulla RH pozitív vérem van, ami jó adóvér, és én úgy gondolom, hogy ha az Isten így rendelte, akkor ez így jó. A véradásokat egy orvosi vizsgálat előzi meg, ahol a vizsgáló orvos dönti el, hogy végül adhat-e vért a jelentkező. Véradó az lehet, aki elmúlt 18 éves, 50 kiló felett van, jó egészségügyi állapotban van, és segíteni szeretne az embereken. A felső-zsolcai véradások időpontjáról mindig értesíti a lakosságot a Felső-Zsolcai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Az évente több alkalommal megrendezett véradások
tévéadások szervezésében is részt vesz. A Felső Zsolcán ugye évente háromszor szervezünk, vagyis veszünk részt a véradás szervezésében, segítséget nyújtunk nekik. Olyan 5-600 darab értesítő megy ki, ebből megjelennek körülbelül átlagban 30-an. Mindig kapcsolódnak be újak, rendszeresek is vannak, ez körülbelül olyan 300 fő. Most is vannak ugye kitüntetettek, akik már 25-szörös véradók kapnak egy kis emlékplakettet, ajándékot. És ezúton szeretném megkérni a zsolcai lakosokat, hogy minél többen csatlakozzanak majd a véradáshoz, amennyiben lehetséges, és megengedi az idejük, hogy részt vegyenek. A felsőzsolcai rendezvényen az egészséges életmódról is tájékozódhattak a véradók, a szervezők és az önkéntesek. A résztvevők a véradás mellett lehetőséget kaptak egészségi állapotuk feltérképezésére, testzsírmérésre, koleszterin szint és vércukorszint mérésre. Elmondjuk, hogy az egészséges életmódnak mik az alapkövetelményei, és mindenki egy kis vizsgálaton is áteshet, hogy jelenleg milyen kondícióban van. Utána pedig a véradás következik, aki még nem próbálta, annak is érdemes, hiszen segítséget nyújtani nagyon jó. Koleszterin szűrés, vércukor, ez a kettő. És természetesen előtte megvizsgálják a véradókat, akinek nem felel meg, azt nem engedik, hogy vért adjanak. Kizárók a magas vérnyomás és a alacsony hemoglobin szint. Az elmúlt két évtizedben folyamatosan csökkent a helyben vértadók száma Felső-Zsolcán, ezen szeretne változtatni ehhez hasonló alkalmak szervezésével a Magyar Vöröskereszt Borsodobó-Zemplén megyei szervezete, hiszen egy véradással három betegen is segíthetünk. Hálaadó szentmisével, padavatással, koszorúzással és kortárs képzőművészeti kiállítással ünnepelte a felsőzsolcai bolgár nemzetiségi önkormányzata Demeter napi bolgárkertész ünnepet. A megemlékezésen részt vett a parlament bolgár szószólója és a bolgár kulturális intézet igazgatója is. A Zsolcán nyílt tárlat bepillantást enged a bolgár kortárs művészet legjavába. A tárlat november 8-áig látható a Bárcai Kastély földszinti kiállító termében. Hálaadó szentmisével vette kezdetét az ünnepi program sorozata a felsőzsolcai bolgár nemzetiségi önkormányzatnak. A görögkatolikus templomban tartott szentmisén részt vett a parlament bolgár szószólója és a bolgár kulturális intézet vezetője is. Október 26-a Szent Demeter napja, a bolgár kertészek egyik legfontosabb ünnepe. Ezen a napon ünnepelték a kertekben végzett munka befejezését és a haszon szétosztását. Az ünnepség koszorúzással folytatódott, majd a Bárcai Kastélyban a bolgár kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás. Isten tisztelettel kezdtük a görögkatolikus templomba, utána történt a koszorúzás, és utána benne a kastélyban egy gyönyörű kiállítást tudtunk megnyitni, ami a kultúrintézetnek a segítségével közös munka volt, és ők hozták le a képeket. Ez a mai nap folyamán lett fölrakva, és Olga Popova asszony nyitotta meg, és egy csodálatos zenei kísérettel Zsekó Bonika hozzájárult ehhez az ünnepséghez, hogy még emeltebb szintű legyen ez az ünnepség. Thank you.
A rendezvényen részt vett Varga Szimeon, a parlament bolgár szószólója, akinek kezdeményezésére október 19-e a Magyar Bolgár Barátság napja lett. Csoda tévű Rilai Szent János szimbolizálja ezt a napot. Ez egy nagy dolog, több ezer éves talán a bolgár-magyar barátság, történelmi kapcsolatok visszanyúlnak az Szent István idejére, harmadik Béla idejére, Nagy Cár Szimeon idejére. Én úgy gondolom, talán a legközelebb álló nép a magyarokhoz a bolgár. Ez a bolgár-magyar barátságnak a csúcspontja, lehet elmondani, ez az október 19-e, hiszen a bolgár nemzetgyűlés és a magyar országgyűlés is egyhangulag elfogadta a javaslatomat, hogy az október 19-e Szent Rilai János Iván, bulgárul mondva, csodatevőnek az ünnepe Bulgáriában, a védőszentje, az barátságnapnak a jelképe legyen. E tekintetben és ez alkalomból mi egy emléktáblát tudtunk elhelyezni a Szent István Bazilikába Esztergomban, ami úgy gondolom egy nagy történelmi lépés az itteni bolgár közösségnek, és nem csak az itteni bolgár közösségnek, hanem Bulgáriának is, és Magyarországnak is, mert ez az emléktábla több ezer évig ott fogja őrizni a magyar-bolgár barátságnak az emlékét. Felső Zsolcának 6 testvérvárosa van, köztük a bulgáriai Draganovo. Ott még mindig élnek olyanok, akik egykor Felső Zsolcán dolgoztak vendégmunkásként. A testvértelepülés egy padot ajándékozott Felső Zsolcának. Településről, Draganovóból egy bolgárpadot, amit a polgármester úr készített 2 évvel ezelőtt, és hát hosszú kalandos útján, de azért ide került Felső Zsolcára, és az önkormányzat dr. Tóth Lajos polgármester segítségével sikerült ide, hát hol lett volna a legjobb helye, mint hogy a bolgár emlékmű mellett. Megfáradt idős bolgárok majd talán rá fognak tudni ülni. Hát a mai nap az eső szentelte föl a padot, de reméljük, hogy lesz még alkalom rá, hogy fölszenteljük. Ezzel is gazdagodtunk tulajdonképpen, ez a közösség. Nem sokan vagyunk, de aktívak vagyunk, és hát most már elmondhatjuk, hogy van nekünk egy ilyen emlékezés padja a kastély előkertjében. Egy kis közösség van itt Felső Zsolcán, de nagyon aktív.
Margó néni mindig meglepetésekkel szolgál, ahogy így egy évben egyszer erre járok, mindig valami újítás, valami gondolat merül fel benne, amit mi támogatunk országos szinten. Nagyon örülünk, hogy Margó néni ebben a korban még mindig ilyen aktív, nagyon elismerik a munkáját itt Felsőzsolcán, szeretik, és tényleg úgy gondolom, hogy kellőképpen méltóságosan, és nem akár mint kicsi, mint nagy tudja ápolni a bolgár hagyományokat, és megőrizni, továbbvinni, továbbadni a jövő nemzedék számára. Realista képábrázolástól az absztraktig, a bolgár kortárs művészetbe enged bepillantást a kiállítás. A képeket a Bolgár Kulturális Intézet jóvoltából láthatják a felsőzsolcai érdeklődők. A Bolgár Kulturális Intézet feladata Magyarországon, hogy a bolgár kultúrát terjessze szét a magyar társadalomban. Ahogy minden országban, itt is Magyarországon, a legfőbb események Budapesten történnek. De a Bolgár Kulturális Intézet igyekezett az, hogy nem csak Budapestnek van szüksége művészetre,
lelki világra, hanem mindenhol a világon. És Magyarországon főleg olyan sok barátja van Bulgáriának, hogy mindenhol minket nagy örömmel fogadnak, és már 2014-ben, amikor először fogadtam el a meghívását a felsőzsolcai polgároknak, akkor már nagyon nagy barátság alkotott közöttünk, amelynek nagyon örülünk, és minden évben, már hagyományosan, itt csatlakozunk az ünnepségekhez, és próbálunk fölsegíteni a bolgár kultúrának az itteni terjesztését. Az itteni bolgár önkormányzat nagyon aktív a tevékenységében, és mi nagyon nagy örömmel mindig fölsegítünk az ő munkájukat. Ebben az évben úgy döntöttünk közösen, hogy eddig itt nem szerepelt a bolgár korszerű festészetnek egy kiállítása, és azért ezt összegyűjtöttünk és idehoztunk, hogy közöljünk az itteni barátainkkal néhány képet, amely mutatja, hogy milyen módszerrel festenek a korszerű bolgárművészek, és azért igyekeztünk különböző fajtájú műveket elhozni magunkkal. Több generáció, hogy úgy mondjam, képviselteti magát. Vannak olyan festőművészek, akik 30-40 évvel ezelőtt dolgoztak, azok például egy kicsit realisztikusabb stílusban dolgoznak, vannak kortárs művészek. Most nem tudom, hogy mennyire lehet látni a képeket, de egészen eljutva az abstraktig, használva különböző technikákat, itt a háta mögött lehet ezeket látni, amelyeket formailag nagyon modernek és nagyon tetszetősek. Én például egy kicsit realisztikusabb képekkel jöttem, virágokkal, de szoktam használni én is olyan anyagokat, amelyek egy nagyon rusztikus faktúrát képeznek. Ezek ilyen építészeti anyagok, gipsz, különböző ragasztók és más hasonló anyagok, amelyek egy kicsit kiemelik az elemeket a kép felületéből, és többé-kevésbé háromdimenziósá teszik, nem a szó szoros értelmében, de egy kicsit ezt lehet észlelni. Nagyjából ez az, de így az összes képben van egy nagy életöröm, mert a bolgárok ilyenek. Egy nagy élet zajlik. Nemrég a bolgár iskolában, a Bajza utca 44-ben megnyílt egy kiállításunk, és egy nagy kiállítótermet avattunk fel. Az egy olyan hely, ahol a bolgár művészek ezentúl folyamatosan kiállíthatnak, és ennek nagyon örülünk. Bolgár művészek világszerte nyernek díjakat Amerikában, Ausztráliában, az egész világon. Most itt nincsenek ezek a nagyon-nagyon modern és nagyon elvont képek, azokat nem hoztunk, de szerintem nagyon jó szinten állunk. A tárlat november 8-áig tekinthető meg a Bárcai Kastély földszinti kiállító termében. Thank you.
Termésáldást szervezett a Szent Miklós Görög Katolikus Óvoda és Bölcsöde Felső Zsolcai Tagintézménye. A Görög Katolikus templomban Gulybán Tibor esperes áldotta meg a terméseket. A gyerekek rövid műsorral is készültek. A családi délután az óvodában folytatódott. Csonyi rózsafán, két szál, szőrték, összeroppantották, Ha ősz, akkor termésáldás, ami már hagyományos eseménynek számít a Szent Miklós Görög Katolikus Óvodában Felső Zsolcán. A szertartás közös imádsággal kezdődött a Görög Katolikus templomban. A jeles napon minden gyermek kiskosárkával érkezett az óvodába, melyben különböző gyümölcsöket és zöldségféléket helyeztek el. Ezeket áldotta meg Gulybán Tibor esperes. A gyerekek az óvónénik segítségével már szeptember óta készülnek. Sok verset, éneket tanultak, amelyeket elő is adtak a templomban. Amikor a termésbetakarítás van, ősi hagyomány szerint a gyermekek is, de a szülők elsősorban az idősebb, akik emlékeznek rá, hálát adunk a terményért. A gyermekek az óvodában most a teremtés történetet tanulják, hogy Isten teremtette a világot, és minden növénybe, állatba, kis magot is ültetett, és a növények évről évre hoznak új termést. Ezzel megújítva a természetet és táplálékunkká válnak, meg az állatok táplálékává is, és hát hálát adunk a Teremtőnek, aki ezzel megajándékozott bennünket, és elérkezett most Szent Demeter környékén, amikor ünnepeljük október 26-án az ő emléknapját, akkor a gyerekek szüleikkel együtt kis kosárba hoznak mintát abból a termésből, amit ők is fogyasztanak, és amit szeretnek. Hát akár a kiskertjükben, akár áruházban vásárolják meg, és hálát adunk, hogy ilyen táplálékunk van. És erre nekünk van egy külön szertartásunk már nyár kezdetétől, ahogy érnek a gyümölcsök, adjunk hálát az Istennek ezekért a táplálékokért. Az a csodálatos mindebben, hogy a nap energiáját csak a növény tudja átalakítani energiába, amire nekünk is és az állatoknak is nagyon nagy szükségünk van. Bárcsak ennyire figyelembe vennénk a lelki energiát is, meg a szellemi energiát is, ami Istentől jön. Megáldottnak és megszentelkednek egy gyümölcsök és zöldségek a Szentlélek kegyelme és a szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. A termésáldás után az óvodások és szüleik csoportszobájukban jó hangulatban elfogyasztották a sok finomságot. Ősztidéző alkotásokat készítettek, amelyekkel feldíszítették az óvodát. Most már hagyománnyá vált intézményünkben a termésáldás ünnepség. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor a gyerekekkel közösen együtt egy gyümölcssalátát készítünk délelőtt, amit Tibor atya megszentel. Az ünnepet emeli mindig egy kis vers, ének, dalos játék, és utána egy vásárt szoktunk rendezni, itt a gyerekek munkáit lehet megvásárolni, és ezzel támogatják a szülők az intézményünket, illetve a csoportokat. Ahogy múlnak az évek, egyre többször találkozunk az elmúlással, szeretteink, barátaink elvesztésével. A város lakói a temetőkben emlékeztek halottak napján elvesztett szeretteikre. Németh Csaba zenés jegyzetét láthatják. Thank you.
hűvös novemberi szélben hullatják leveleiket a fák, a temető néma fejfái között csend honol. A gyertya apró lángja táncot jár a szélben. Meghatottság és tisztelet hatja át ilyenkor a lelkünket. Emlékek kavarognak bennünk régóta nyomasztó, ki nem mondott gondolatok fogalmazódnak meg. Halottak napján kicsit megállunk és elgondolkozunk. Honnan jöttünk, hol állunk most, hová tartunk, mit és kit veszítettünk, mi lenne, ha még köztünk lenne. Ilyen és ehhez hasonló gondolatokkal áll az ember a sírok előtt. A legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István nagyszenki nyughelyének bejáratánál ezt olvashatjuk. Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi. A mondat kíméletlenül komor és őszinte, de azt a sorsot fogalmazza meg, amelyben mindannyian egyenlők leszünk. Halottak napján egy kicsit újra átéljük a gyászt, a veszteséget, a kicsinységünket, a sebezhetőségünket. Ez olyan nap, amelyet áthat a hit, a remény és a szeretet mellett a szomorúság és a bánat is. Ezen a napon visszatekintünk a múltba. Keressük emlékeinket, felidézünk arcokat, érintéseket, hangokat, hangulatokat. Sokszor újabb szomorúságot, fájdalmat, feltépett sebeket jelent ez a nap. Ám mégis azt mondom, tegyük fel most a kérdést. Mennyire fontosak azok, akik élnek? Mert ez a nap tanítson minket a szeretetre. Nem az elméleti általános szeretetre, amely keblére öleli az egész világot, hanem a gyakorlatias, cselekvő szeretetre, amely azt vizsgálja, mit teszünk és mit tudnánk még tenni családunkért, szerelmünkért, barátainkért, munkatársainkért, ismerőseinkért. Kerüljük ki a hamis illúzió csapdáját, amelybe oly könnyű beleesni, ha azt gondoljuk magunkról, hogy az egyetemleges szeretet érzése jár át minket. Ne feledjük, akit szeretünk, annak minden nap jár tőlünk egy jó szó, egy mosoly, egy simogatás. Nem kerül semmibe, de mindenki gazdagabb lesz tőle, az is, aki adja, és az is, aki kapja. Halottak napján gondoljunk arra, hogy cselekvően szeretni csak az élőket lehet. Szeressük azokat, akik körülöttünk élnek, mert csak addig tehetünk bármit is értük, amíg velünk vannak, amíg élnek. Ha nem volna halál, fogalmunk sem lenne, miről szól az élet. Életünknek a halál ad formát és keretet, az élet pedig értelmet, mindennek, így a halálnak is. Mindenki magában hordja a végtelenség lázas, megvalósíthatatlan vágyát, mindenki külön mindenség a mindenségben, és mindenki és minden megsemmisül egyszer. Porból vagyunk, és porrá leszünk. Növények, állatok, emberek, csillagok, egész világok mind megelevenednek, aztán meghalnak, hogy átalakuljanak. És soha nem tér vissza ugyanaz a lény. Legyen akár állat, akár ember, akár csillag. Az ember két világ polgára egyszerre. Lelkének gyökérszálai az éghez kötik, lábával pedig sáros földi utakon botorkál. Mert az élet és a halál már csak ilyen, kettős fogalom. Az egyik nem létezik a másik nélkül. Az ember tehát éljen jól, amíg tud, és halljon meg jól, amikor muszáj. Mert ma a nyírkos sírköveken nem a mécsesek keltenek meleget, hanem a fölöttük álló emlékezők, akik élnek, őriznek emléket, fájdalmat, nevetést, ölelést, s most az ő szeretetük meleget teszi elviselhetővé, a gyász rideg tényét. Mert elfogadni tudni a másik halálát annyit jelent, mint elfogadni egy soha viszont nem látást, egy hang, egy gyengétség elvesztését, melyek hordozói voltak a kapcsolatnak, s belenyugodni a közösen elképzelt jövő szétfoszlásába, az örökös és végleges hiányba. Fogynak a fények, feltámad a szél, és a hűvös novemberi alkonyon, milliónyi mécses pislákoló fényében, a zsolcai temető fölött ágyazni kezd az éjszaka.
Önök a Közelkép televíziónk heti közéleti magazin műsorának 44. heti adását látták. Egy hét múlva is várjuk Önöket friss hírekkel, információkkal. A műsor ismétléseinek időpontjait megtalálják képújság oldalainkon, de bármikor újra nézhetik weboldalunkon a www.zsolcatv.hu-n. Kövessék munkánkat a Facebookon is. Én a műsort készítő kollégáim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!